Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy kedhajnali reggelen, vagyis hát reggel mégis, de van. Hajnali 3-ban körülbelül, és megyünk az éjszakai busz megállójába. És a mai túra az egy Budapest, Rajka, Pozsony, Léva, Párkány, Szob. Úgyhogy most a hajnali vonathoz megyünk, ami majd olyan 4:36 környékén indul Kelenföldről. És ahhoz, hogy ezt elérjem, a 907-es éjszakaival kell menni, amivel körülbelül a hajnali 4-re ki is érek Kelenföldre. És majd azzal, és akkor ott majd meg kell várni a vonatot. Úgyhogy tartsatok velünk, egy izgalmas fotós túrának nézünk elébe, remélhetőleg. Majd még elkezdünk. Sziasztok, megérkeztünk Kelenföldre. Nézzük meg, milyen kihalt most az aluljáró, nincs itt senki. Ez is ritka jelenség. Nézzük meg, honnan jön a vonat. Mondjuk, hogy akkor csak egy pillantás az eredményjelzőre, és ott van 4:38-kor, S10-es, szerintem ugye mutatom nektek is, S10, 6-osról fog jönni. Jó, hát addig mi van egy fél óra. Nagyon meg az ennyire, és nem jár még a metró se. Ennyire kihalt, ritkán van az aluljáró. Na, mindegy, felnézek még a 14-15-re általán tehervonat. Vissza a jövőbe, a fluxus kondenzátorra. Most találtam meg. Első S10, első okoska, beépített fluxus kondenzátorral. Látjátok, utazunk 1999-ben. Jó, egyébként már az S10-esen vagyunk. Utazunk Győr fele. Mondjál valamit a nézőknek. Még egyszer. Akkor kezdjük előre, de azért nem vettek föl. 14-es fölött, erre szálltunk föl Győrben, és megyünk Rajkáig vele. Hamarosan indul, helyet már foglaltunk, úgyhogy most már csak várni kell, míg elérünk Rajkáig. Igen, talán után, most piros fölött. Hát így, itt vagyunk Győrben. Nézzétek meg egyébként fölött. Pontos időt is mindjárt kiírja. Most éppen köszöntenek minket, ahogy látjátok, de mindjárt kiírva a vizit. Ja, személyi vonat, azt is tudtuk, de... Személyi vonat. Írd már ki a pontos időt, az. Na. Rajka fele. Busz Hegyeshalomtól. Mi van? Mi van? Busz Hegyeshalomtól. De 6:45. Na, ennél ezt akartam. De most mi? De eddig tényleg nem volt most akkor azért. Vágányzával Rajka fele? Van a pinfón se ír buszt, úgyhogy... Pedig ki van írva? Nem tudom. Kijelzőre. Jó, lehet, hogy hülyeséget írt ki való. Igen, szokott néha kiírni. Ja, lássátok, mint amit fel is vettem az előbb, azért az okoskal 1999. június 4. Visszamehetünk az időbe, lehet, hogy akkor nem volt Rajkára vonat. Jó, most lehet, hogy 99-ben vagyunk, nem? És akkor lehet, hogy még nem volt. Hát, ki tudja, 19 évvel ezelőtt volt vonat Rajkára? Biztos. Most
most ebben nem raktak fluxus kondenzátor biztos. Hát de most ezzel akkor vissza kell mennünk a jelenbe. De ez már jelenben van, nézd, mert 2000, tehát november 20, ez már jelenben van. Na mindegy, majd elindulunk, aztán meglátjuk. Egyébként vettem egy Monstert is, hogy fel tudjak ébredni. Úgyhogy majd Ajkán jelentkezünk legközelebb. Na, sziasztok! Lássátok fel, hogy itt vagyunk a Pozsonyba. Megérkeztünk Ajkai kilépésre, úgyhogy most már ezt is be lehet húzni. Itt vagyunk képbe, hogy... Ja, igen, megérkeztünk Pozsonyba a Butrizalka állomásra. Ja, és egyébként ezt megmutatjuk nektek, hogy ezzel a Jencivel jöttünk. Ringbe, és így néz ki maga a pályaudvar. Hát most itt egy személy 4 órát fogunk eltölteni, úgyhogy szokjunk hozzá a látványhoz. Na majd 12 óráikon megy majd a gyorsvonaton, igen, megy kossára. Bizony, úgyhogy most egy darabégét itt lehet sétálgatni, meg pihán. Ott nézzétek a Mr. Gyárkéményt. Mr. Gyárkémény már ott azért szívja a magót. Az alját, hogy inkább söröznél, szívod azt a szarbagót. Fifi is van, mert még a wifi jelet is láttam rajta. Ott megy a reklám. Meg napelem. Színen kapja az áramot. És még wifi is. Hát ez melyik busz megálló Pozsonyban, mindjárt megmutatom, mert ott van. 93-asra fogunk majd tovább menni a főpályaudvarra. Ez egy digitális kijelző, az itt is van. Ez a stöcsös tanica lesz, az bármi is az. Jó lett ahhoz képest, hogy... Várjál, levideózzuk egy kezelőt is, ha már itt van. Hát ezen is lehet ez ilyet, mert nem tudom, nem az, hogy ez igen, be. Vagy beírod, hogy 15-ös, és utána bedugod, én szerintem. Nem, szerintem itt adja ki a jegyet. De és mivel fizetsz benne? PayPass kártyával. És hol nyomod a kártyát? Várjál, ott a pozsonyi futár, az akarom már levideózni a pozsonyi futár. Pozsonyi, nézd meg, ott vannak az izét, ott mutatja, egy perc, kevesebb mint egy perc. Ez a pozsonyi futár, 10 óra. És ez a pontos időt is mutatja, ez olyan Miskolc. Miskolcon még a hőfokot is kijelzi. Azt is kijelzi, hogy hányfokos lázadban, mi? Most megy el a busz. Szevaszt, itt vagyunk Pozsony főpályaudvaron a estibe. És éppen most van előttem egy whisky kóla meg egy sör, és közben egyébként érdekes, jól átbaszott minket az ellenőr. Került egy ilyet begyűjtenünk, levett minket 50 euróval. És valószínűleg, mert szóval egy kiadó gépből vettünk egy 15 perces jegyet, mert akkor annyira volt a pályaudvar, és ezt adta ki az automata. Ennyi opció volt rajta, hogy 15 perces jegy, 35 euró, ebből vettünk kettőt. Az ellenőr azt mondta, hogy ez diák egy van, mert student, és ez nem jó, és akkor 50 euróra jól megbaszott minket. De szerintem át lettünk baszva. Hogy meg kompromisszumot is emlegetett? Hát kompromisszumot, hát igen, mert voltam, hogy odaadtál neki a személyedet.
Én meg nem adtam oda valószínűleg azért, én mondta csak, hogy akkor mi aztán így jó, mert minket de van 16 ezer, azért van 50 euró kurvanyját, tehát most... És ráadásul pont az utolsó megállóta szállt. Igen, és ráadásul vége levásolt, tehát még... Pont a mi hajtaunk el. Tehát még mi simán le is tudtunk volna szállni a videó, Jó, hát 40 ezer úzsért volna utánunk, hát most itt a esti be ideje pampogni, hogy 50 euró, 50 euró, úgy elhagytattam volna a picsába, hogy mi Mariska a magzatot. Folytassuk a dolgot, és lehúzott minket majdnem 16 ezer forinttal. Hát kb. Annyira. Úgyhogy mi voltunk ügyék, hogy egy részt, hogy igazolványt odaadtuk, bárcsét, akkor nem hagytottuk el a büdös picsába. Nem igazán tudom most ezt így megmutatni, mert kilóg a képből, de ez egy kurva nagy gőztös van a falon. És majd hamarosan mennünk el tovább majd Léva fele. Ráadásul van még egy fél óránk a vonatig, és azt sem volt egyébként egyszerű, hogy innen megvenni jegyet, ami Bárkányig szól lévai átszállással, plusz még egy helyjegykosságig, mert nem igazán értették, hogy mit akarunk. De hiába próbáltam itt angolul akármát, nagyon az emértettek, aztán hátsó udalból odaírtak valakit a pénztár részén, aki újra ugye tudott magyarul, és akkor össze-vissza fordítottad, de nem ide. Ezt el tudtam magyarázni így 10 percre keresztül, hogy én mindenképpen Lévának akarok Bárkányba menni, mert hogy igaz, hogy van közvetlen vonat, de én nem azzal akarok menni. És arra adjon nekem egy olyat, ami jó Léváig, és onnan sok ezzel a viszinál, és ami jó Bárkányig is. Plusz még kell nekem, mert csak egy külön helyjegy, de vonatjegy nem kell, mert az már van, csak helyjegy kell, mert Ádámnak van vonatjegye, csak helyjegye nem volt, még azt is. És akkor olcsóbb volt, mert azt utána néztük, hogy ezt a nyugatiból megvették volna a nemzetközi pénztárban, akkor kétszer ennyibe került volna, mint egy helyben belföldi egyként megvesszük. És még azért, hogy megérkezett Bárkányba, akkor még ott sokkal jobban járok, hogyha ott veszek egy kis határt, egy szobig, és azzal megyek át, mert azzal megúszom egy körülbelül egy másfél euróval. Hogyha meg az külön megvettem volna a nyugatiba, akkor meg került volna legalább 600 vagy 700 forintba, tehát még jóval többe is. Ugye majd az lesz még ez a parkányban, ott úgyis lesz egy órám csatlakozásig, zsáll be a pénztárba, és akkor veszek egy kis utánforgalmi jegyet szobig. Remélhetőleg ott már azért ezt a húra bonyolult dolgot, azt meg tudom mondani, remélhetőleg nagyon gyorsan, hogy szobig kérnék egy sima kis utánforgalmi jegyet. Itt minden össze-vissza szenvedtem, hogy akkor ezt most így, meg ezt most úgy, meg azon sem úgy, és mert ezek egy speciális esetek, de azért mégis azt mondom, minden megérzették, hogy mit akarok, stb. Nem volt egyszerű. Ha lássátok fele, mi vagyunk Léván, ott van szemben a vasútállomás, és ahol most vagyok, az meg a buszállomás, és látjátok, főleg VT, vagy nem VT, de Arriva buszok vannak, és az egyik az éppen most indul be. Egyébként meg esik az eső, úgyhogy azért is nem lesz több videózás nagyjából, mert kivélni kell a kamerát. Így néz ki egy szlovák vézébeli idő, lássátok feleim. Tehát a magyarhoz képest azért látjátok az üléseket, hogy ez szövet. Ez sokkal komfortosabb, meg sokkal kényelmesebb benne ülni, mint a magyarba. Hát azt nem mondom, hogy Grand Hotel, de sokkal kényelmesebb. És így nem volt egy kínszenvedés végigülni másfél órát. De a WC az ugyanolyan, mint a mi bézénkbe. Hát azért csodát ez nem lehet tenni, ez egy minimális felújítás volt. Hát ez meg valami termosztát, ami a fűtés szabályozza. Hát csak lássad a feleim, így néz ki egy. És akkor a tipikus, hát itt van a két biciklinek a hely, a bicikliszállító. Ennyi. De lassan ott haladnak ki, úgyhogy most már le kell szállnunk, úgyhogy akkor ezzel a pársrészt itt egyre búcsúzok, és akkor üdvözlök mindenki Sulóvóból. Vagyis hát, hogy a magyar nevén Párkányból.